volt, hogy előre meg volt tervezve, amikor a legutolsó műsoromat megcsináltam, Varga Irén jött a műsorvilág. Elkezdett bántalmazni, és ő miatta nagyon sok bántalmazást kapok én viszont. Az, hogy mi megbeszéltük és kibékültünk már több mint fél éve, az egy szép dolog volt tőle, de attól függetlenül frissítitek a videókat, az övét is, és az enyémet is, és voltak itt ugye konfliktusok, családi konfliktusok, minden, és azokat is ismétlitek, és teszitek újra, és töltitek fel. Tehát ez az a dolog, amit nem kéne. És ugye nektek kell egy ismersztár, mint én vagyok, akitől nem féltek, mert azt hiszitek, hogy én értem nem kaptok semmilyen büntetést, csak az Opis Barbaráé, vagy esetleg a Nótár Mérié, vagy esetleg a Ellen Juniorért, vagy a Bangó Margitért. Én értem, és ugyanannyi büntetést fogtok kapni. Mert én is szerep vagyok. És én is egy közismert előadó művész és művésznő. És az, hogy te Henrietta, te kijelented azt, hogy én nem vagyok az. Hát hogy nem vagyok az? Hát mire feljelentette ezt ki? Ne kapaszkodj az én nevemben, még egyszer ne említsél. Mert eléggé föl van dagadva az arcod, csípjen meg téged egy darázs, és háromszor legyen akkora nagy fejed még neked. Meg neked is, Padok Lajos, a torkodat csípje. Sőt, nyeljél egy darazsat. Ennyi. Na. A rengeteg szemét dolgotok, amik vannak, ennek a lakatos ibolyának a mocskossága, hogy állandóan engem szídén szapul, és ott vannak a sok hülye ember, akik mondják neki, hogy jaj, igazad van, jaj, de gyűlöljük, jaj, de utáljuk, igen, utáltok, rútak, rút kutyák. Hát olyan csúnyák vagytok, hogy észre nem vesztitek el, csak ilyen hájpaszni, zsíros fejű, undormányos férfiak. Legalább nekem egy úri párom van, gyönyörű, szépséges férfi, igazi férfi. Értitek? Tudjátok, mi az, hogy igazi férfi? Csodálatos szépség. Jóképű, bocsánat. Sármos férfi. És igenis mindent megcsinál nekem. Igenis kiszolgál engem. Igenis nagyon szeret. És örül annak, hogyha segíthet. És örül annak, hogyha megyünk valahová. Csak én őt féltem, ne jöjjön be az élő videómba, mert beaprikáljátok, és össze-vissza beszéltek már róla is. Amúgy nem Bence, hanem Benedek, ezt szeretném mondani. Csodálatos, szép, Isten hívő, szerető, tisztességes párom van. Ámen, hogy ezt megadta nekem a Jóisten. Köszönöm szépen. Szeretnék egy életvitelváltást csinálni, szeretném elfelejteni ezeket a gyarlóságokat, amiket ti csináltok velem, és hogy mindennek leholtok. Tehát ez nem egy olyan szép dolog, nem jó dolog. Ezt tudnotok kell, hogyha ti ennyire csúnyán és rondán reakcióztok ott a YouTube-on rám, ha akkor az rátok van, és a ti szégyenetek, nem az enyém. Igenis, én szolidan viselkedtem. Az, hogy én oda mentem, és jaj, repültek rám a rajongók, és én imádom őket, és nem pakolom a picsámat, és átölelem akkor is, hogyha akármilyen ember is az a illető, aki engem szeret. És van miért szeretni. Mert én ott vagyok nekik. Bármikor, amikor látnak, oda jönnek, köszönnek, tisztességesen megadják a tiszteletet nekem, a szelfit adom, táncolok velük, beszélgetek velük, és igen, ez kell. Ennyi. Tehát az, hogy én megijedtem, mert elsötétedett minden, mert igen, rám állt egy társaság, ki tudja, milyen elmebeteg társaság állt rám.
És mondhatnám azt, hogy igen, csak életveszélyben van az életem. Mert ha ilyen emberekről beszélünk, én majd a parlamentbe remélem, hogy be tudok jutni a közeljövőben. Igen, lesz névváltoztatásom, és politikai vonalon fogok dolgozni amúgy. És bejelenteni szeretném nektek, hogy a petíciómat be fogom nyújtani azok a férfiak ellen, akik ennyire csúnyán gyűlölik a női nemet, mert igazából ő nem tud szülni, és utálnak minket, hogyha még egyszer a YouTube-ra, vagy a TikTokon ilyen megnyilvánulást látok és hallok, mind felveszem. És remélem, hogy egy olyan törvény fog jönni ezek után ki, hogy megvédjék a társadalmat tőletek. Nem, hogy még megkapjátok azt, hogy nektek itt szavazati jogotok legyen olyan értelemben, hogy az igazi nőket utáljátok, mert hogy gyerekeket nemzelek. Hát mi? Hát te miből lettél? Nem a jó Isten teremtett tégedet két tojásból, vagy egyből? Te szemétláda. Bár a jó Istennek is lehet köszönni azt, hogy megszülettünk. És már akkor nyertünk egy maratoni versenyt, hogy megfogantunk. És ezt vegyétek tudomásra, hogy a női nemet nem szabad, hogy utáljátok. Ne gyűlöljétek. Hogy gondoltok ilyet? Szégyeljetek magatokat. Én arra a kérdésére mondom bocsánat, akik láttam, hogy mennyire utálják és gyűlölik, és ott van fent a YouTube-on, mert ott hirdetik magukat. Ilyet nem lehet csinálni, ám. Akármilyen deliriumos is vagy, és akármit is vettél be, hogy ennyire, de ennyire leszégyenítsed a női nemet. Az igazi női nemet. És ki mondta a csáv, hogy gyűlöli a nőket? Most képzeljétek el. Átalakítja magát nőnek, tetett felvarrat melleket, és gyűlöli az igazi nőket. Értitek? És teszi magát, hirdeti magát ott. Hogy engedhetik meg a TikTokon az ilyet? Hogyan? Miért? És közben engem megszidalmaznak. Hogy? Na, le kell ám állni, le kell ám állni. Nehogy azt higgyétek, hogy a Budapest TV nem működött hivatalosan, amikor én ott voltam, mert amikor én egy szerződést csináltam, akkor hivatalosan működött a televízió. És van ott egy főnökség, Dr. Bródi Péter, és megteheti ellenetek a feljelentést. Akkor még én jobban is járok, mert nem én jelentelek fel titeket, hanem ő. Ezt szeretném mondani. És mindent kigúnyolta. Hogy engedheti meg magának az RTL klub is azt, hogy ti az ő felvételüket használjátok. Hiszen én az RTL-el kötöttem egy szerződést rendbenetek, hogy ti még pluszban még a YouTube-ra kitegyétek. Például az összevágott X-faktoros dolgot is. Igen, és ez egy Showtime, az X-faktor Showtime. Ugyanúgy a sztárba sztár is. Lehet csinálni olyan emberekkel is, hogy az életedben még nem voltál televízió közelségében se, de ott vagy, és lesz tárolod valakinek az életét, illetve te belepújsz annak a bőrével. És igen, lehet belőled nagy művész. Bár akkor is lehetsz egy szerep, akár egy jó előadó. Ennyit szeretnék mondani. Hogy ne részletezzem továbbiakban a dolgokat. Nincs hozzá közöttök, jogotok se. Még ez sem lenne az. De azért megpróbálok beszélni, hát ha magatoktól lebítgentitek onnan azokat a sok szemétséget, amik vannak. Ugyanúgy a TikTokon is. Hagyjátok békén az életemet. Nem kell kírni, hogy stressz, celeb, mert nem az vagyok. De celebnek celeb vagyok, csak nem szenny celeb, úgyhogy kikérem magamnak ezt a sértési jogot. Egy nagyon kedves nő vagyok, egy nagyon-nagyon tiszta nő.
ugyanúgy kívülről és belülről is szeretném mondani, nem kell engem továbbiakban szadizni, mert ti szadisztok engem. Lélek szadisták vagytok. Betegek. Tehát magyarul betegek vagytok. Az, hogy te most azt választod magadnak, hogy te ügyvéd akarsz lenni, vagy ügyvéd vagy már, és tanulsz esetekből, ott a könyv, kis haver. Van könyv. Olvasd el! És akkor meg ott vannak az esetek benne. Éppen ugyanúgy, mint ahogy én tanulom ugye ezt a pszichológiai dolgot, és még különböző szakkönyveket, orvosi szakkönyveket, mindent, mert ha ez a pandémia beáll, és soha büdös életben nem tűnik el, akkor elképzelhető, hogy meg hogy most az egészségügyi dolgozókat kötelezi az állam, hogy oltassa be magát. Nem egy, nem kettő egészségügyi dolgozó, aki nem oltatta be magát, tüntetést rendeznek, és mi van, ha tényleg elkapják, és belehalnak ebbe a rossz vírusba, és én csak azt szeretném üzenni a tisztelt egészségügyi dolgozóknak, hogy nem a szuvenír jogotok, hogy ti beoltassátok-e magatokat, hanem kötelességetek, hogy ne fertőzzetek be más embereket. De van egy hölgy, aki sírva mondja, hogy a 9 hónapot megcsinálta védőoltás nélkül. És kutya baja a családjának sem. Elhiszem. Mert én elhiszem, hogyha már erre is rá kell térjek, tisztelt állampolgáraink. Ez most hozzánk szól, ez egy magán dolog, igaz, ez is megy a YouTube-ra, remélem, hogy nem, na mindegy. El szeretném oda, hogy drága jó édesanyám mai napig is élne, ha én nem oltattatom be. Édesanyámnak olyan rejtett betegségei voltak, amivel nem lehetett volna őt beoltani. Igen, az orvossal csak telefonon tudtunk konzultálni. Távlatból megállapította, hogy mi a bajom. Megrepett a gerincem, például megroppant édesanyámat, emeltem, és el akart zuhanni. Már akkor olyan állapotban volt a vakcina után, voltam ki a vécére, a toalettre, hogy hát megszédült, és alá kaptam, és rosszul. És én éreztem, hogy roppant, kész. Vége a hátamnak, a lábamnak, nagyon fáj azóta mindenem. Igaz, hogy megkaptam a felhőbe a dolgokat, de orvos nem látott, mai napig sem látott még orvos engem. Azóta. Csak amikor a oltást felvettem. Igazán én azt mondom, hogy ha édesanyát nem oltatom be, édesanyám még mindig élne. Elképzelhető, hogy csinálok egy pert, mert igen, fogok csinálni pert, mert nincs olyan, hogy egy orvos beoltja anyukámat, és szólok, és nem jön ki. A második vakcina után. Nem hajlandó, mert ő nem jön. Mert annyi volt a beteg, és rengeteg volt a munkája, és plusz munkákat vállalt fel, ezt nem szabadott volna neki csinálni. Egyik házi orvos sem szabadott volna így megterhelni. Ez már ugye késő, egy kicsit, de remélem, hogy ebből a pandémiás világból tanul az egészségügy, és remélem, hogy 100 év múlva nem lesz ilyen fertőzés, bár minden 100 évben van, előbb bukkan egy ilyen. A védőoltásokról akkor még annó nem tudtunk semmit. Csak annyit, hogy annyira igyekeztek kiküldeni a nyugdíjasoknak a papírt, hogy töltsék ki és oltassák be magukat, de az, hogy milyen ellenreakció, és hogyan, és antibiotikumra nem szabad oltani, sajnos átgondoltam a helyzeteket. Édesanyámnak egy állandó 2 percenként kellett menni a vizelet, visszatartás végetti, ugye nem szerette volna, hogy pelenkázzam. Volt felírva egy antibiotikum. Mikor beoltotta a második oltással az orvos, én nem vagyok orvos, én nem tudhattam, hogy antibiotikumra nem lehet beoltani a másodikat. És sajnos megkapta, igen. És szerintem innen eredendően omlott össze az egészsége. Biztos vagyok benne,
Hiszen ha egy agyinfarktus már itthon megkapta, akkor azt mondom nektek, hogy ő már akkor, mert nem tudtam vele már 2 napig kommunikálni, beszélt ő, de éberkómában volt. Szerintem ő már akkor a agyhalotti közel állapotában lehetett. Mert már kommunikálni nem tudtam vele, inni, ívót tenni nem volt, majd aztán szombat volt, és akkor kértem a ügyeletes orvos segítségét, mit észleltem anyukánál délelőtt, de szerdán kapta meg a vakcinát, és szombatra ment ki ez a segítségkérésem, de a házi orvosomtól kértem a segítséget. Tudom, hogy most magam alá dolgozok, de nem érdekel, majd elmegyek egy másik orvoshoz, hogyha ő úgy ítéli meg, hogy engem esetleg megutált, vagy meggyűlölne. De az igazságomért ne gyűlöljön senki. Amikor is lehoztam, én már tudtam, hogy gyenge anya. Kértem, hogy egy papírt írjon alá, amit nem volt hajlandó. Mert annyi idő nem volt, hogy 2 perc, hogy beszerezze a régi zárójelentéseket, holott csak a gépbe kellett volna bemennie, az asszisztensnek, és hogy ugye ott volt a zárójelentés, amit még bajára sem tudtam biztosítani, mert anyukámat ide-oda-amoda vetették, a papírjai ki voltak dolva, nálam egy sem volt. Ő megállapította már nekem itt, hogy anya 100%-osan rokkant az első vizsgálatánál már szeptemberben. Kijött, megvizsgáltam. A gyógyszereket összeállította, amit nagy nehezen meg tudtam kapni a budapesti orvosától. Telefonon persze, konzultáltam. Na, a lényege, hogy jó, alája, hogy ne, hát persze, hát még a nyugdíja mellett még a rokkantságit megállapítsa nekem a főápolási pénzemet, és minden, milyen jó lett volna ez nekem ott a pandémia alatt. Így mínusz, lehet mondani, hogy 700 000 forintba vagyok pluszba még, 100%-osan kellett a Libero pelenkától kezem mindent kiváltanom anyámnak, a rengeteg gyógyszer 10-12 fajtát. Holott járt volna kedvezmény, hogyha nem a pandémia idő alatt esik ránk ez a nagy baj, de én nem hiszem el, hogy egy orvosnak nem volt 2 perce foglalkozni velem és édesanyával. Nem. Na jó. Budapestről hoztam le, illetve már kókaiban jelentett címmel volt, mert az unokahúgom oda vitte. Meggyúzták őt, nem adtak enni, inni, előrébb hozták a halálát, ők is legalább 10 évvel. Se gyógyszert, semmit. Majd utána mentem, elhoztam ide, be is jelentettem. Az még nem jelentette azt, hogy egy fővel több ember van itt, hogy ne legyen idő. És igen, ebbe bele fogok én is menni, hogy el fogom mondani, mert el fogom mondani ezeket az ügyeket, hogy azóta milyen állapotban volt és került. Elhoztam. Kiváltottam minden gyógyszerét. Mellette a szupradint, a C-vitamint, minden normálisan adtam. Lelkileg helyrehoztam. Már annyira, hogy édesanyja ül az asztalnál, és pucolja a zöldséget. Nekem a burgonyát gyönyörű szépen vékonyan. Nem teszem ki, mert kidobjátok a YouTube-ra azt is. Úgy, mint a halál túlsájában lévő állapotát kitettétek. Ez nagyon-nagyon-nagyon gusztustalan volt, mert az öcsémnek átküldtem egy Viberes videót, nem élő videót. Kitette a fotókkal együtt szegénykém, és akkor ti kidobtátok a YouTube-ra. Azóta is édesanyámat is szígyjátok. Ő már elhunyt. Hagyjátok békébe, és hagyj nyugodjon. És az az állapot, amit ő megkapott a második vakcina után, az egy kegyetlen volt. Bent a kórházban nem tudtam ott lenni, minden nap telefonáltam orvosoknak. Hát a doktor úr nem írta alá a papírt, ott fekszik nála, hogy kaptam volna egy kis ellátást. Nem. Nem. Hát azért is mondom ezt, hogy tanuljatok belőle, hogy ilyen, hogy telefonon doktort kitalálni, hogy csak telefonon kommunikálhatunk, és nem jött ki, nem nézte meg a anyukámat. Majd ez volt pénteken, ugye szerdán kapta meg, csütörtökön
még valahogy még el voltunk, majd este későn fürdetésnél vettem észre azt, hogy egy hatalmas, egy tenyérnyi vodovörös árnyalat van a testén. Én akkor meg gondolattam volna arra, hogy vérmérgezés. De felfekvésre gondoltam. Ennyi. Megkapta azt is. De az, amíg nem volt lázas, nagyon alacsony volt a vérnyomása szombatra. De pénteken én ordítottam a doktor úrnak, hogy nem iszik anyukám már szerda óta. Napi 2 deciliternél többen. Nem baj, majd hétfőn majd kimegyek. Megnézem az állapotát a jó édesanyukájának. Köszönöm szépen, doktor úr. Nagyon fáradt volt. Tehát elmondanám nektek, hogy az orvosokra, a házi orvosokra annyi munkát tett az állam, iszonyatos mennyiségű munkát, hogy ezt legközelebb nem szabad megengedni. Igenis, jöttek volna a katonaságtól segítségre buszokat, és igen, megálltak volna itt a háznál, és bejött volna egy fiatalabb valaki, aki csak olt, és puf, beoltotta volna anyát. Vagy a többi idős ember. De sajnos sokan elhunytak itt ebből a faluból. Vakcina miatt. Beteg emberekről beszélek. Tehát csak a beteg emberek. Tehát én is beteg vagyok, bocsánat. Majd mondom az enyémet is, az én állapotomat. Tehát anyuka elhunyna. Még bent a kórházban 3 hetet élt, de le is volt már bénulva, elkapta az agyinfarktust, majd a szívinfarktust, tüdőembólia. Hatalmas nagy gyulladások voltak benne, és a vérrög. A vérrög olyan volt benne, mint amikor megalszik a vér, revágsz egy disznót, vagy egy tyúkot, és megalvadt a vér, és ilyen csomóba ment. Nem lehetett mit csinálni. Oxigénre volt téve, lázas is volt, bent nem voltam, nem lehetett meglátogatni. Majd egyszer csak 3 hét múlva szóltam, hogy szeretném anyát látni. Nem lehet. Csak abban az esetben, ha már haldokni. Iszonyatos érzés volt. Borzalmas. Mikor mondtam, hogy volt egy PCR tesztem, mert amikor a édesanyát elvitték, akkor nekem másnapra magas lázam lett. És a többi, és kint volt a COVID-mentő, nem voltam COVID-os. Anyára is azt mondják, hogy nem volt COVID-os. De amit ő átélt, és ahogy le vannak írva a dolgok, teljes mértékig COVID tünet. Hogy az itt el, vagy egy másik baktérium, vagy egy másik vírus. De baktériummal tele volt a szervezete. A mája cisztikus volt. A hasába több és több ciszta volt. Tehát én többször kértem az itteni házi orvosomat október óta, hogy kérném szépen anyukámnak a kivizsgálását, kórházba utalását, legalább 1 napra. 2-re, nem? Nem? Tele van covidossal. Ne haragudjon meg ez az élet. Miért csak a covidosokat kellett megmenteni? Miért nem lehetett az én jó édesanyámat is megmenteni? Miért? Kérdezem én ezt. Nagyon sok embernek a műtét elmaradt. Például a csémnek a térde. Pont akkor volt egy térdtörése, és pont COVID volt, és hazaküldték, és olyan a térde, hogy azt sem fogjuk tudni, hogy mi lesz vele. 3-szorosan nőtt meg a lába, és szagadt be azóta. Na most még mindig ez a COVID kérdés. Az én részemről a vakcina nem érkezik meg, soha nem érkezett meg. Soha. Harcolnom kellett 3 hónapig érte. Eleinte úgy volt, hogy nem oltatom be magamat, mert féltem a haláltól. Az is elképzelt, hogy meghalok, mert elvisz engem ez a vakcina. Igen, mert én minden fertőzést megkapok azóta. Nem is tudom, hogy mikor is volt májától 5. hó. Aha. Másfél hónapja kaptam meg kb. A másodikat. Az elsőtől egy hatalmas nagy tünetek jöttek ki, de kibírható volt, el tudtam itthon magam kezelni minden tekintetben.
a torkom mondjuk azóta is fáj egyfolytában az elsőtől kezdve. Eleinte, mikor ugye volt az a láz, és az a stb. Nem voltam, covidos kaptam zinatot, antibiotikumot, majd megváltam azt az időt, amire ugye be lehetett oltani. Ezt is egy oltóponton tudtam elintézni. Háromszor regisztráltam. Még itt a községben is az idősek nyugdíjas nappali ellátásba ott onnél csak kaptam időpontot. Majd a házi orvosom lehívott anyuk a halála után, ugye temetés után, és leült velem szembe. Én azt hittem akkor, hogy oltást fogok kapni, de nem. Csak egy beszélgetést kaptam meg, amikor kijöttem az utcára, és kértem egy igazolást, hogy sosincs rajta az én nevem az ő értesítési listáján, és a vakcinám sem, akkor kivel találkozok? A körzeti megbízottunkkal. Hú, mondom, de jó, hogy látlak téged. Jó érzés volt amúgy. Meg a falu olyan embereivel, akik olyan tanúként lehettek ott. Körülbelül a három belém kötött. De nem reagáltam vissza. Na. Beszélgettünk. Igen. Én mondtam neki, én nem bántom önt, soha nem is jutna eszembe, de azért felelősségnek lennie kell, ha nem ír alá egy papírt, és nem jön ki az édesanyámat megvizsgálni. Akkor neki kötelessége lett volna egy mentőt indítványoznia, mentőszállítással. Mozdítani nem lehetett édesanyámat. Ha még a kocsit találtam volna, az is veszélyes lett volna. Ott halt volna meg az autóval. Na, a végén megkaptunk egy kedves mentőszállítókat. Na szóval, ennyi. Mit mondjak még? Majd utána jöttek a sorozatban rámálások. Még jobban, mint ahogy rámáltak az emberek. Van itt a faluban, nem tudom, hogy ez az ország Bari csinálja ezt az okoskodását, mert mondtam, hogy lesz az esküvőnk, és akkor megyünk az Edda koncert, ugye, Bolya. Milyen jó lesz. Már az ő barátai fogják ott a koncertet felügyelni. Figyelj, de ország Bari. Neked soha a büdös életedben ezek nem voltak a haverjaid, meg a kollégáid se. Ha valakit nagyon szeretnek ezek, a Özővédő Kft. És volt nyomozó, és volt rendőrségnél dolgozó alkalmazottak, az én vagyok. Üdvözlöm őket. Imádnak. Érted? Te itt ne okoskodjál, azért mert neked megvan esetleg egy olyan végzettséged, de nem tudsz benne dolgozni, meg a másik, hogy már lejárt az a kártyád, a harmadik meg lehet venni olyan kártyát, tudod, készpénzi a kínai piacon. Ha akarod, most én szerzek egyet. De én nem követek el bűncselekményeket, mint te. És ha téged felkérdez majd a rendőrség vagy a bíróság, hogy hol dolgozol, nem tudod bebizonyítani, hogy hol dolgozol, mert nem is vagy bejelentve oda, ahol dolgozol. Például. Ha? Ha mivel fogod igazolni? Tessék. Semmivel. Úgyhogy fogd a szádat. Feljelentenek fekete munkái. Ennyi. Még egyszer ne írjál nekem a YouTube-ra. Mert neked aztán tényleg be kell fejezed ezt. Hagyd abba. Ne nagy asszonyoskodjál te itten. Szerzel esetleg egy-kettő olyan határőr haverodat, vagy éppenséggel, ahogy takarítasz, bemész el egy kicsit, lehet a fürdőszobába is odébb. Visznek téged onnan egy-két ilyen kecmecre. Figyelj! És odaírattadsz a YouTube-ra? Jaj, Amarika! Oh, mi van? Mi van, haverdő? Igenis, az exem vissza akart szerezni magának engem. Tessék! Megtudta, hogy félhez megyek. Felcsalt. Mondtam, hogy nem megyek a barátom nélkül, de meglátogatnak, mert ott volt egy nagyon jó barát. Közös barátunk, imádom őket, és tudod, az úri barátai mind ismernek. Szeretnek. El kell, hogy fogadd. Ennyi. Most hiába nem vagyok én azzal, attól függetlenül a mostani barátomat is szereti. És ismerik. Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon sokan voltak ott a barátai közül, és mindenhol nagyon szeretik őt.
és tisztelik, tudod? Egy tisztességes állampolgár. Én is az vagyok, én nem járkálok sehová nélküle. Menem. Na. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz élet, amit én kikaptam magamnak. Nagyon nehéz élet. És nagyon nehéz elviselni ezt. És belegondolok, hogy mi van? Milyen rendes nő vagy te? Itthon ülsz a helyet, hogy fogtad volna már magad, és elmentél volna a bíróságra, és utána néztél volna édesanyjátnak a állapota miatti halálának. Hát mennyire hülye vagyok? Mert én nekem igenis járna visszamenőleg az a pénz, hogy én édesanyámat igenis non-stop-ba ápoltam. A derekam, a gerincem beleroppant. És nem kaptam egy forintot se tőlük, az államtól, se a családtagomtól. Még annyit se, hogy köszönöm szépen. Hanem csak benyúlták az örökségemet, anyámét is. Ja, apám még él, hát de onnan se fogok örökölni semmit. Ennyi. Már előre kicsináltak az örökségből. Kegyetlen. Kegyetlen emberek. De nem baj. Nekem van kettő gyermekem, akik tisztességgel élnek és dolgoznak. Itt van nekem egy picike kis parasztháza, ami sokkal hálásabb, mint bármilyen lopott ház. Mert én ezt a pénzt nem loptam, amiért vettem, hanem ezért én kőkeményen megdolgoztam. Napi 18 órában. Mert én régen nagyon sokat dolgoztam. Vendéglátóztam, felléptem. Saját üzleteim voltak. Első osztályú helyeken dolgoztam. Belém rugdostok, belém. Hát itt van egy rohadt kibaszott munkakönyvem. Még régebben még beírták, hogy hol dolgoztam. Meg lehet nézni amúgy. Tessék. Hát mit gondoltak ti, hogy engem majd a bíróság el fog ítélni ti miattatok? Titeket fognak elítélni a bíróság, ha elkapnak titeket. Ezt üzenem nektek. Nem érezhetem jó magamat sehol. Mi van? Fájt? Fájt nektek, amit láttatok? Hogy ugranak a nyakamba a rajongóim? Persze, hogy ugranak. Üdvözlöm őket. Én meg vagyok olyan kedves, hogy ugyanúgy átveszem a stílusokat, és ugyanúgy leereszkenek melléjük alázatosan. És nem pakolom magamat. De az, hogy mindenki megismer. Még jó, hogy azért minden televíziónál lementem, meg rengeteg újságban vagyok benne. Banók Lajosnak meg az fáj, hogy ő nem celeb. Ő egy senki. Egy nulladik típusú találkozó. Meg ez a Lakatosi Vaja is, meg ez a Hennesi is, Eli. Hát, meg a többiről nem beszélve. Na. Most őszintén mondjátok meg. Egy egyszerű állampolgárok vagytok. Ti azt akarjátok, hogy én is azzá váljak. Akkor most azzá válok, mert én férhez megyek. Szeretnék egy normális életet élni. Ha akarok menni, fellépni, megyek, ha akarok, nem. Ennyi. Na. De hagyjátok abba itt a YouTube-nál itt ezeket a cikizéseket. Tessék befejezni. De jobban jártok. Mert közületek csak egy lesz elkapva, és nyögni fog. Kinyögi a neveteket, hogy kik vagytok ti. Engem ártatlanul szapul ez a Lakatosi Baja, amikor soha büdös életben még említeni sem említettem őt. Csak annyit, hogy Facebookokról, a fotómmal, a nevemmel bántalmazzák, hangfelvételeket csinálnak, telefonálgatnak neki, meg mit tudom. Na most ez a Peffer, ezt mondom, ez egy álpeffer, aki itt szokott nekünk ugye beszélni. Az a kettő férfi, aki át van variálva nőnek, na azoknak a hangja nagyon ismerős, több, mint valószínű, hogy azok telefonáltak a TV2 nevében, meg ilyenek, mert ők azt akarják, hogy az igazi nők tűnjenek el a Facebookról, a TikTokról, csak ők legyenek, és hát bizniszeljenek, mert magyarul hirdettetik magukat, igen, mint rossz lányként. Azokat a férfiakat nem értem, akik ilyen nőket vesznek meg. Amikor vannak igazi nők is. Na. Nem értem. Tehát egyszerűen nem is akarok belegondolni ebbe.
És igen, beszéltem olyan hölgyel, aki nővel él, és elmondta, hogy miért. Mert nagyon sokat ütötte, verte, bántalmazta őt a férje. Igen, és vannak ilyen emberek. És én meg azért választottam ezt a partneremet, aki van, ő nem bántalmazza a nőket, nem iszik, nem dohányzik, nem szemtelen ember, hanem egy nagyon kedves ember. Igaz, hogy le van maradva ebben az életben, mert 50 éves házasságot tudhat maga után. Megözvegyült. Hát most gondoljátok el, hogy 50 évig ő nem volt egyedül, meg előtte sem hatan voltak testvérek. Elmondta, hogy tanyán nőtt fel, elmondta, hogy 14 évesen kidobta az anyja otthonról, hogy mehet menni, fiam. Elment albéletbe, elment dolgozni, betanított munkásként dolgozott, és ő szeret engem. Ő is egy szegény családból származó ember. Azért engem nem kellene nézni. Azért, mert ő egy életen keresztül dolgozott az ő házát, ő építette fel a feleségével együtt, és mindenük megvan, és mindene megvan, és ti ezt most meg akarjátok gátolni, hogy én nem mehetek az új, vagyis abban a szép nagy házba berakni, de hogy nem. A férjemé a haszonélvezeti jog, és minden jog, és stb. Ebben nem szólhat benne senki. Egyik családtagja sem. Legfeljebb szépen beszélhetnek az apjukkal. Ezt üzenem nektek, és nekik is. Ennyi. Tiltás. Persze, hogy van tiltás. Mi miatt és miattatok. Ennyi. De én hiába akartam vele lezárni a kapcsolatot. Nem, mert ő nem. Mert tűzön, vizen keresztül viszi ő az ő szándékát. Én meg nagyon örülök annak, hogy kikaptam egy olyan embert, aki tisztességesen, normálisan viselkedik velem. És igenis, nem volt palázaság, nincs. És tisztességes házasságunk lesz. Nem a vagyon, hanem az, hogy ne maradjunk egyedül. Na, akkor még az állapotomra rátérnek erre a oltási állapotomra, hogy mennyire fáj azóta a torkom, megfázok. Lehetséges, hogy ezt a delta variánst elkaptam, de könnyebben megyek rajta át. Van a Tantum Verdespré, a láztalanító, fájdalomcsillapító, ugye vitaminok. Ez van. Hogy az, hogy most beoltassa-e magad, vagy nem, a ti, akik nem vagytok beoltva. Én minden esetre azt mondom, hogyha nem vagy beteg, és ha nem vagy annyira idős, és annyira nagy krónikus beteg, minden orvos megvizsgál, és ajánlja, akkor tessék, és oltassátok be magatokat. Nem kell itt a megvárni azt, hogy tényleg megint záralat legyen az ország és a világ, és ti meghalljatok. Mert ne adja a Jóisten, elkap titeket a Covid. Elvihet. De nem a Covid fog elvinni, hanem az, hogy kórházba kerülsz. És ott nincs ellátásod. Annyira, mint amennyire kellene. Ennyi. És azért akartam édesanyámat haza is hozni. Elnézést kérek tisztelt nővérektől, mert nekik lett volna a feladatuk, hogy édesanyám körméből kiszedjék a szardarabokat. Mert rá 3 hétre bementem anyukámat meglátogatni, és igenis fel volt rábot száradva szegénykémnek a körmébe a szar. Ennyi. Gumikesztyűt fel kellett volna húznom, és kiszedtem belőle. De gondoltam arra, hogy hazahozom anyukámat, és ápolom őt úgy, ahogy van. Úgyhogy nekem ez egyáltalán nem tetszett, hogy 250 betegre 2 nővér van. Amikor rengeteg, de rengeteg munkanélküli segédnővéreket fel lehetne venni a tisztelt kórházba. Csak annyira féltik a fizetést, hogy ráhárítsák a nővérekre még a legmocskosabb dolgokat is. Ezzel szeretném a tisztelt nővéreket megkímélni, nem bántani. Nincs idejük. Mert jól el volt látva anya,
Tehát azt lehet mondani, hogy amikor én láttam, akkor cserepes volt a szája, ki volt száradva, szomjas volt. Miért kapcsolták le az infúzióról, mikor egy életen keresztül ő dolgozott? Nem fér bele a társadalom biztosításba? Ha lekapcsolták a gépről, akkor ők már tudták, hogy vége anyunak. Akkor is lett volna még joga neki úgy elaludnia, hogy nem éhen és nem szomjan. Ez van. Tehát magyarul megmondom én is, hogy nem a Covid-tól kell félni, hanem attól, ha bekerültök a kórházba. Hogy utána mi lesz veletek? Hogy mi lesz velem, vagy mi lesz mással? Hogy lesz? Hozzátartozókat nem engednek be. Miért nem engedtek be engem? Szóltak volna, hogy menjek, és ettessem, itassam anyámat, és rendezzem. Jó lenne egy kicsit az állam egészségügy azon gondolkodna el, hogy ha még egyszer jönne egy ilyen zállat, hogy akkor a családból egy embert engedjenek be a hozzátartozót, hogy ott üljön, akár egy széken, vagy a saját kabátján, vagy pogrócán, feküdjön le a beteg hozzátartozójához. És ez az igazság. Mert ha tartották volna a belgyógyászatón, akkor lehet, hogy anya még mindig élne. De bedobták a krónikusra. És semmit nem tudtak csinálni vele, mert le voltál bénulva. És talán jobb így neki, hogy elment, és elaludt. Eltelt 3 hónap. 30-án volt a temetése anyukának. 19-én hunyt el. Most ez 4. hónapja. Eleinte még ködösen láttam mindent. Most már tisztul. És ez a nagy boldogság, hogy jaj, de jó, hogy itt van. Jaj, de jó, Istenem, minden. Hogy nem tudták azt, hogy milyen anyagok vannak benne a második oltásba? Nem tudtuk. Nem vagyunk felvilágosítva. Igen, erősen benne van, még az éjszírus is minden benne van. Minden, leoltottam. Mindenen keresztül fogunk menni, mentetek, én is. Magyarul rajtam még az ebola is kijött, vagy valamilyen hímlő, mert a lábaim tele voltak ilyen piros izékkel, javajánkkal. Ja. Ez van. Siább beszélek ezeknek a delta mutánsnak, meg mariánsnak ott fönt a YouTube-on. Hagyják abba, de nem. Na, akkor most elmegyek, azt feljelentelek titeket, meg mindenkit feljelentek. Na, még a kórházba is féltek, hogy megteszem a feljelentést. Megteszem. Ennyi. Majd aztán lesz egy bíróság, és akkor majd legalább ez egy hatalmas nagy per lesz. És még kártérítést is fogok kérni, még anyámért is. Ennyi. Nehogy már. Hát ha sok emberrel beszéltem, fáradékonyságot okoz. Van, akire mindenfajta tüneteket. Ha beteg valaki, és nem tudják, hogy rejtett betegség, mert nem hajlandó az orvos kimenni, nem jött ki. Telefonon. Felírtam. Tip-pip-pip. Jó, köszönöm szépen. Mit tudtam csinálni? Még örültünk, hogy van egy ilyen szolgálat. De azt sem a házi orvosra kellett volna bízni.
Remek központi, valamilyen asszisztense. Hogy oda benéz a gépbe, hoppá, na, akkor ennek ez a baja, ez a diagnózis, ezzel műtötték, azzal műtötték, amazzal műtötték, engem olyan nehéz műtétem volt, hogy nekem elsődlegesen meg kellett volna, hogy kapjam az oltásokat. És mégis letagadták, és elvitték máshova. Na. Ma, milyen érdekes, hogy csak nálam van ez, ugye? Hát majd a bíróság ezt is ki fogja nyomozni. Nem hiszem, hogy vannak korrupt bírók, mert régebben voltak, le lehetett őket fizetni. Remélem, hogy most már nincsenek. Ennyi. Vannak ismerőseim, akik nem kapták meg a médőoltást, ez kutya bajuk nincs. De én megkaptam, az azóta minden bajom van. Fáradékony vagyok, fájnak a csontjaim, fáj a gerincem, fáj a fejem állandóan, a torkom állandóan leszakad, és olyan nehéz közögésem volt most 3 napig, hogy majdnem megfulladtam. Halál komolyan mondom. És igaz, hogy maszk nélkül lehet utazni, meg menni ide, menni oda, de én most megígérem saját magamnak, hogy fel fogom venni a maszkot. Ennyi. Mert annyi ember köhög, meg annyi ember nincs beoltva, hogy hújjaj. Bizonyám. És amikor megkapjuk az oltást, azt szeretném mondani még tisztelt állampolgároknak, hogy akkor, aki dolgozik, 2 hétre otthon kéne maradjon, beteg állományban, mert ők fertőznek. Én is fertőztem, higgyétek el. Mert mindenfajta vírus kijön rajtunk, és fertőzzük a népet, azok, akik már be vannak oltva. Igen. Kíváncsi lennék rá, ha most egy vérvételre elmennék, hogy mennyire vagyok vérett. Lehet, hogy semennyire. Ennyi. Na. Erről csak ennyit. Erről a világjárványról. Amúgy is meghal annyi ember naponta, mint amennyi meghalt. Akkor is, meg most is. Ja. Ez van. Azért szar volt azért végignézni azt, hogy tényleg tüntetnek az egészségügyi dolgozók, meg kötelesség beoltatni magukat. Hát halálfélelmük van az embereknek. Nekem is az van azóta. Hogy vajon mi van abban a vakcinában? Miért nem mondja meg az állam? Miért nem kapunk egy értesítést róla mindenki? Na. Az emberek tömkenege megkergült. Most vagy a maszktól kergültek meg, vagy az oltástól, vagy attól, hogy nincsenek beoltva. Ma attól is. Minden nap ugye beszugerálják maguknak ezt, és minden nap az ember úgy fekszik le, hogy vajon életben marad, vagy nem. Hát ez egy nagyon rossz dolog. Nagyon rossz dolog. Ajaj. Rossz így élni, na, magyarul. Hogy minden nap az ember attól retteg. Hogy a 2 éves, vagy a 3 éves gyerek mikor fogja elkapni, vagy mikor lesz beteg. Hogy most a 12 éves gyerekeket is oltsák. Istenem! Borzasztó. Igen, és én is azt mondom, hogy mikor lesz a magyar vakcina. Mikor? Arra kell törekedni, legelőször az államnak magyar vakcina legyen, ne arra, hogy kényszerítsék a egészségügyi dolgozókat az oltásra. Az oltástól le fognak betegedni még jobban, és fertőzni fogják az embereket még jobban. Van, akinél ez jön ki. Az emberekben csak a félelem van.
Ez halál komolyan mondom, mindenhol, mindenhol. Átváltozott a világ. Na, és akkor nem beszélve arról, hogy ugye voltam bent Pesten, és az a tömeg, az az iszonyatos rohanás. Hova? Hova rohantok? Miért lögdösitek fel az embert az utakon? Rohan a biciklis, előti a gyalogost. Például. Például rohan az autó, előti a biciklist. Mi ez? Hova kell annyira szaladnotok? Én amikor dolgoztam, és mentem reggel 6-ra dolgozni, vagy 5:30-ra, megnyitottunk 6-kor, akkor hajnali 4-kor felkeltem. Vagy 3-kor. 1 órát otthon eltöltöttem, kávéztam, csinosítottam magamat, fürödtem, stb., és akkor indultam időbe. Most meg annyira rohannak az emberek, hogy egyszerűen azt tudom, hogy hova rohannak. Na, mindenhova rohannak, rohannak. Ütik el egymást, stb., és hát igazán észrevettem, hogy még az eladók is ki vannak már idegileg borulva. Nincs türelmük, mint hogyha szaladnának a haláluk elé az emberek. Tessék lassabban menni. Nem kell szaladni sehová. Előbb felkelni. És azt mondani, hogy nem vagyok beteg, a beteg is vagy. És ez van. A kötelező az oltás az egészségügyben, akkor ez van. Nem tudtunk mit csinálni, nem tudtok mit csinálni. Én is beoltattam magamat. Ott nálam egy rizikófaktor. Mert az. De kibírtam. Aztán meglepetésemre a Sputnik nem jó, hogy külföldre tudjak lelépni innen a fenébe. Na. Nem. Nem. Aztán majd jön a harmadik oltás. Atya mivel. Na, azt én már biztos sem veszem fel. Ha megélem, ha nem, nekem nem kell, köszönöm szépen. A oltás közben azért vettem fel, mert az unokám véget, mert nem tudok akkor elmenni vele se játszótérre, se egy McDonald's, se egy strand, semmi. A végén meg kiderült, hogy mindenki mehet mindenhova, aki be van oltva, aki nem. Szóval ez is egy nagyon szemtelen dolog volt amúgy. Igen, hogy összeeresztették a népet. Az. Tessék, összemenni, azt fertőzzétek magatokat be. Ez erre ment ki, arra a játékra. Nem kell maszk. Hoppá. Na, vajon most mi lesz? Tessék leírni a véleményéteket. Inkább ilyenekkel foglalkozzatok ott a YouTube-on is. Mert ha jön az állat, és ha valaki nem nyugdíjas, annak nagyon kemény élete lesz. Igen. Mert az állam azt se kérdezte meg, hogy tönkre mentél, vagy most mit fogsz enni, hogy fogod összekaparni magadnak a napi betevő falatodat. De nem ám. Hanem hajléktalanná dobják az embereket. Most is nekem olyan villanyszámla fog lejönni, mert anyám véget, ugye kellett még pluszba még a villanyfűtést is tekernem. Kegyetlen. Kegyetlen összeg. Na, hát akkor most jó lenne, hogyha az állam bárcsi egy kicsit megmozítaná magát a felé, hogy legalább a fele villanyáramot ők állják. A pandémia időszak alatti rezsi plusz költségek, ilyesmik, ezek hol vannak? Kérdezném én meg, hol? Merre vannak? Jaj, Atya Isten. Na, úgyhogy ez van. És akkor a munkáltató is mit csinált? Nem, hogy még egy kis több pénzt adna, hanem még lejjebb vitte az órabéreket. Aha. Az éttermek. Vannak éttermek, ahol nagyon friss, finom árukat lehet kapni, és tényleg frankó, de az, hogy 2 hetes süteményt online rendelésen kiküldeni, ami már én tudom, én vendéglátós vagyok, egy cukrászakács és minden, hogy 1 hónapig is eláll a sütemény.
mély hűtőbe tartsák, onnan vették ki azt, hogy jó, ne tudjátok meg, milyen rossz volt. Egyből olyan hasmenést kaptam, hogy majd meghaltam tőle. Jó, reklamáció, visszaküldtük a dolgokat, vissza is lesz utalva a pénz 7 nap múlva, és ennyi. A nachos például, ugye a moziba az arról volt híres, valamelyik moziba, nem mondom meg, hogy melyikben, hogy nagyon finom, friss, átlagú volt, de ott a sajtszósz például nem lehetett megenni. Egyszerűen romlott állapotba dobták az embereknek ki, és a nachoszt is. Tehát most már valamelyik vendéglátó úgy gondolja, hogy felhasználja a régi lejárt dolgokat. Tehát fertőzik az embereket magyarul. Van, amelyik nem. Van, amelyiknél nagyon friss, nagyon jó, és figyelnek oda tényleg a vendégekre. Áldja őket. Az Isten azokat meg, ne áldja meg a Jóisten, aki a lejárt kajákat küldi ki online-on. Ennyi. Na, jó van. Sok mindenről beszélgettem. Mit akarok mondani? Hiába mondom, hogy húzzák le a videót. Nem értik. Nagyon szemtelenek. Úgyhogy beolvastam ezeket a neveket. Még egyszer felolvasom, kik írnak. Tünde Siroki. Gábriella Rostás. Roy Roy. Fekete Démon Kitty Kitty. Krisztina Lendvai. Ilona Net. Lucky Baxter. Krisztián Horváth. Ez a Krisztián Horváth, ez egy nagyon-nagyon felbújtó ellenem. Kristóf László, Bianca B, András Rék is, Vilmos Pál. Vilmos Pál nagyon rám van állva. Először udvarolt, majd utána mindenek lehordott engemet, és azóta is mindenek lehord. Én tiltottam őt innen a Facebookomról, de viszont a YouTube-ra oda tud kommentálni az a szemtelen, undormányos ember. Delta variáns, ez állítólag ez meg a, aki felvette azt a nevet, hogy Peffer Tamás, de nem úgy hívják őt, amúgy. Borbély Zoltánné, na és ez az X-jé, ez az utálatos, gusztustalan, nyomorult féreg. Ezek irkálnak általában sértőt és ilyesmi. Ja, és Ország Mari le nem maradjon. Ő pedig a másik felbújtó. Igen. Úgyhogy ez van. Nem tudom, mondom, hogy az eredeti Ország Mari írja ezeket a kommenteket, vagy pedig csinálnak egy fotót és a nevével, de általában olyan dolgokat tesz ki, és írkál, hogy ami nagyon irritáló dolog, ezt majd megbeszélem vele személyesen. Na, de néha én is tényleg szoktam neki üzeni, de miért ne? Miért nem? Egy jó barátom volt, és csalódtam benne, elvitte az eszemet. Az exem különben nagyon rafinált, nagyon zsivány. Azt mondta, hogy így jártunk. Ezt mondta. Rákérdeztem. Miért csinált ezt? Hát miért? Na, miért? Mert tudta, hogy a két nő összeveszik, a két nő leszámolja egymást, aztán ő meg röhög a farkába bent. És van neki még 100 nője ezen kívül, meg még fenyeget is már, hogy stb. 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 Nem elég neki a baleset minden évben, hanem még rakja magát, hát még a Jóisten még nagyobb büntetést fog rám érni, hogyha nem hagy engem békébe. Mit panaszkodjak még? Tessék leírni. Itt vagyok. Tessék most feltenni nekem a kérdést, youtuberek. Tessék itt szemtelenkedni egy kicsit velem. Ne csak nézni, meg hesszelni kell. Jaj, ott a véletlen megborult a dolog. Lehet cikizni. Van mit beszélnetek. Tessék. Jó, szóval normális állapotomban vagyok, amúgy. Na, még egyszer elmondanám, Pejfer Tamás, fehér nagy gyarmati ügyvéd, énekes. Nem az a kis egyszárbél, aki teszi magát itt baja mellől. Fel
vette neki a nevét, az az undormányos dög ember. Aki férfi létére nő, na, az is. Te férfiak vagytok ám, hiába variáltátok át magatokat nővé. Azért az a nő, aki mondjuk én is vagyok, vagy a többi női társam, azért csak gyengébbek vagyunk tőletek. És igazi nők. Ti pedig ennyire gyűlöltök minket. És még azt is mondjátok, hogy minek szülünk mi gyerekeket. Hát titeket nem kellett volna megszülni a jó édes anyátoknak. Ennyi. Ha meg az lettél, akkor meg fogd a szádat, és maradj otthon magadnak, és diszkrécióban csináljátok a dolgokat. Nem kell itt lázadni. Ha mi is mondhatjuk heterók, hogy ti mit lázadtok itt, mi ellenünk a normális emberek ellen. Mondom a nőket, nem bántom őket, megértem. Mert tényleg nagyon sok olyan férfi van, akivel még én sem élnék. Nem hiába vagyok egyedül. Sok erőszakos, alkoholista, nem dolgozó, réhűtő férfiak vannak ezen a világon. A tömkelege sajnos az. Ne. Mi pedig nők vagyunk, egyenjogúságban, dolgozunk, ellátjuk magunkat. Ha kell férfi elő, akkor szólunk a szomszédnak, jöjjön át, segítsen, mint ahogy én szoktam szólni, és tisztelettel megkérem bármikor mindenben segített. Bár ez a szomszéd, a másik, vagy a harmadik, vagy a falumbéli, ha fát kell vágni, vagy ha behordani, vagy ha hasítani kell, vagy ha füvet kell vágni, vagy bármit kellett vágni, mindig mindent megcsináltak nekem. De most nem kell ezt részletezni, van egy erős vőlegényem, és ő mindent megcsinál. Ennyi. És fáj nektek? Há, hóka! Hát még jó, hogy egy ilyen férfit választottam magamnak, aki nem iszik, nem dohányzik, bár én cigizek néha, mert ideges vagyok, és azért el fogok róla szokni. Hogy mondjam nektek? Tehát egy mindenhez értő embert, aki szeret, megbecsül, kedves, és jóképű. Na. Ennyi. Hölgyeim, sziasztok, puszikám, nektek is tisztelt férfiak, de azokat nem tudom tisztelni, akik a TikTokon voltak tegnap élőadásban, nagyon csúnyán nyilvánultak meg, nagyon rondán leholták a női nemet, hát az ilyen embereket ne haragudjatok, hát bújjanak el, és ezek álltak rám, igen. Ez van. Ez Magyarország, ez nem külföld, és remélem, hogy soha nem engedi meg a magyar állampolgár, hogy ti egy, hogy is mondjam nektek, elismert nagy emberek maradjatok, hogy férfi létedre nő lettél, hogy szüljél már te gyereket, vagy mi? Hát hallottam már ilyet, hogy átműtöttek, hogy méhet kapott a férfi, a szül gyereket, vagy filmben volt, igen. Ja. Álljatok rá. Ne szennyezzétek ti a világot. Mi az, hogy én nekem olyanokat írtak oda a YouTube-ra? Milyen dolog ez? Tessék leállni. Beszéltem egy-kettő ilyennel, aki férfi nőnek van átműtve, valamelyikben tényleg megvan a jó indulat, de bennetek zömében, nagyon csúnyán beszéltek. És tegnap mondom a TikToknál, annyit írtam oda, hogy ne beszélj már ilyen csúnyán. Olyan rossz volt hallani. Felfordult a gyomrom, és felnéztem a nagy égre, hogy drága mennyei jó atyám, drága Istenem, hogy ilyen van. Ha van. Ha. Van. Van. De hogy tessék leállni az igazi nőkről. Hagyjatok minket békébe. A nőknek a nevében beszélnek. És még tényleg odaért neki valaki, és akkor mondta neki, hogy
Na hát, én sem változtatom meg a világot, hogy egy nő ne szüljön gyereket, persze megtenném legszívesebben. Ilyet mondott. Szégyelje magát. És ezek kommentelnek nekem. Jaj, de jó, hogy eltűntem. Jaj, de jó, hogy nincsen élő videóm. Nyilvános. Nem nyertetek, kis köcsögök, mert itt vagyok. Ennyi. Meg, hogy megőriznétek azt, amit én mondtam, és akkor mi van? Szólásszabadság van nekem is, nem csak nektek. Ugye? Miért nem kommenteztek, kis virág, kis hangya? Itt vagytok. Na gyere ide, patkányos, itt írjál ide nekem, vagy ilyesmit csináljál, tessék. Megbeszéljük. Bebújtok. Disznór képbe, nulla képbe, meg kis bébi képe, meg fekete rózsába. Ha? Na hát. Te is Müller Bence, te is egy zsivány ember vagy. De nagyon hallgatsz. Na, jó van. Na, Lévai Gréti, szia! Puszilag. Ez a Klé Melinda, ez egy nagyon zsivány fejű nő. Na, ezt le fogom tiltani. Tessék, írjál nekem ide valamit, Klé Melinda. Nyomjad az írásodat, ha nem, akkor ne leszel tiltva, kis havernő. Hát igen. Aki csak így téved ebbe véletlenül ebbe az élő lájban, üdvözlöm, puszilom. Ez van. Ezek a problémák állnak fent. Tele van az internet csaló emberekkel és szemétláda emberekkel, tisztelet a kivétel. Akik ráállnak egy nevezetes művésznőre, és megpróbálják lejáratni. Igen. És aztán pakolni magukat. Korridi Péter is milyen jól néz ki egy háza, izé. A profilja. A virágot is imádom, ezt a tíbe a kovácsot. Ja. Péter Pintér, szia. Üdvözöllek titeket. Katica Bogát is. Puszikállak, drágám. Ildikó. Szia. Na, ez van. Nem tudom, hogy ezt átrejtettem, ez, hogy nyilvános-e a videóm. Nem tudom. Lehet, hogy nyilvánosra tettem, de nem baj, menjen csak kifele. Megkaptátok a magatokét. Legalább ott, akik ti rosszat kommenteltek. Igen. Ja, a TikTokról úgy is le tudom nézni, hogy kik vagytok ti amúgy, mert igazi arcotokkal tudtok befutni a kezembe. Igen. Tehát Krémerinda nézi. Lévai Gréti. Újházi Natália, Krémelinda, még egyszer integetek neki. Katiszazón, szép napot kívánok neked, kellemes, jó életet és egészséget, drágám. Nem tudom, beoltatta de magad, vagy nem, te tudod eldönteni, éppen erről rinyáltam az előbb. Semmit nem tudunk az oltóanyag összeállításáról. Legalábbis én nem.
Tündeillés. Igen. István Kulcsár. Szia. Na. Károsi Mária Krisztina. Szia. Üdvözöllek. Hát ezt a Kórodi Pétert, ez nagyon csípem amúgy. Hát tudjátok, YouTube-on kommentálók még az, annyit szeretnék még üzenni nektek, hogy köszönöm szépen, hogy ekkora nagy hatalmas sztárra tettetek engem, mert ti tettetek azzá végül is. Ezért ismer már az egész világ. Na de! Van egy olyan nézésem is, hogy van köztetek egy olyan ember, aki 50 ember helyett ír. 50 kártyája van, és csinálja a feszültséget ellenem. Jaj. Tegnap jó kikaptuk az esőket, a jégeket, a viharokat. Kicsit hűl a levegő, hála a mennyei jó atyának. Borzalmas, hogy milyen forróságok voltak, és ez inkább mindig minden nyáron még nagyobb, és még nagyobb lesz. Úgyhogy meg kell szokjuk a meleget. Igen. Még jobban. Na, szóval nem is tudom tényleg frankon, hogy hogyan fejezem be ezt az élő lájvomat. Hogy ezek az érthetetlen kukák kommentálok, tűnjetek már, hát hiába írtok bármit, nem érdekel. Megkapjátok még jobban a magatokét tőlem. Számítsatok rá. Rendben? Úgyhogy a kiosztást fogadjátok el. Ez rátok vonatkozó kiosztás volt. Persze a YouTube-ról beszélek. Sziasztok, puszim nektek itt az interneten. Facebookon. Hát igen, az irítségetek nagyon nagy, azt vettem észre. Mindegyikötök szeretne olyan lenni, mint én. Hát sajnálnak titeket, nem lehet mindenkiből olyan. Részben jó érzés, részben rossz érzés. Tehát mindegy kuka gyerekek, nem figyeltek oda arra, hogy engem nem érdekel, hogy ti mit írtok. A szégyenlistát azt pedig beolvastam, hogy kik írnak. Olyannyira elenyésző számban vagytok, hogy ez nem téma. Értitek? Ez egy minimális valami. Hiába reklámoznak itt titeket. Nem jön össze. Nem tudtok nagyobb emberé válni, mint amekkorák vagytok, centire se, meg sem eddig. Na, úgyhogy ez van. A nyomozásom az még folyik, és megtalálok titeket. Egyenként. Jó? Rendben? Főleg téged, te delta variáns, meg te démon, fekete démon. Meg van az a ló, az a pacaló. Ó. Hát ez ilyen nincs tényleg. Hogy nem meritek a saját arcotokat felvállalni. Legyen már egy olyan név is kit, hogy köton szökevény, mert azok vagytok. Nem? Napuszi nektek, sziasztok itt a Facebookon. A YouTube-on nem megkapták a magukért, ennyi.